Szeretettel köszöntöm a vonalban dr. Tóth Norbert, nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok mindenkinek! Az elmúlt napokban több részben a háborúhoz, részben Brüsszelhez kapcsolódó, de mindenképpen a háborúval kapcsolatos hír kapott szárnyra, amit nagyon fontos, hogy értelmezni tudjunk. Az egyik a kárpátaljai hadfoglyok, akiknek a státuszát minden oldalról vitatják. Mit lehet tudni jogi szempontból a hadifoglyok állapotáról? Az előző napok híreinek fényében azért az sem biztos, hogy létezik ez a 11 vagy 13 főből álló, mert ugye ellentmondásos információk vannak már a számukkal kapcsolatban is. Tehát ugye azt lehet tudni, az orosz állam az elmúlt napokban tagadta, hogy bármilyen hadifogoly csoport átadására került volna sor harmadik államnak, így köztük Magyarországnak. Magyarország részéről megjelent egy ilyen információ. Induljunk ki abból akkor, hogy valóban van egy 11 vagy 13 főből álló csoport, akik magyar nemzetiségűek és hadifogoly státuszban voltak Oroszországban, és Magyarország ezeket az embereket átvette. Ugye erre van lehetőség egyébként, tehát a 1949. évi négy nagy genfi egyezmény közül az az egyezmény, amely a hadifoglyok jogállással foglalkozik, az lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben ugye fegyveres összeütközés, ez a hivatalos elnevezése, vagy fegyveres konfliktus van két vagy több állam között, akkor úgynevezett érintett, semleges országok, amennyiben a foglyulejtő ország, ugye jelen esetben Oroszország megkeresi az ilyen érintett, semleges országot vagy országokat, hadifoglyok egy csoportját átvegye tőlük, és ugye nyilván ennek az az értelme, hogy az lehet az értelme, hogy egy harmadik országban, egy semleges országban azért a hadifoglyok jobb körülmények közé kerülnek. Másrészt a foglyulejtő országnak nem kell költeni ezekre az emberekre, mert ugye a hadifoglyok jogállásról azt is tudni kell, hogy a foglyulejtő államnak kötelezettségei vannak a hadifoglyokkal szemben, ellátási kötelezettség, amennyiben munkát tud biztosítani nekik, és munkaképesek, akkor munkát kell nekik adni, őrzésükről, egészségügyi ellátásukról biztosítani kell. Tehát ilyen esetekben akkor a foglyulejtő államot ezek a költségek, meg ezek a terhek nem terhelnék, hanem automatikusan a harmadik semleges országot. Tehát jelen esetben ugye abban az esetben, hogyha igaz az információ, akkor ez Magyarország lehet. És lényegében ebben a helyzetben két csoportra oszthatók a hadifoglyok, tehát csak ebben a vonatkozásban. Vannak közöttük olyanok, amelyek sebesültek, illetve betegek, ezek súlyos sebesüléseket kell, hogy jelentsenek, tehát egy éven túl gyógyuló sérüléseket, és gyakorlatban a jogi nyelvtől elvonatkoztatva az, olyan helyzeteket érdemes elképzelni, ugye a francia úgy mondja, hogy invalid, tehát hogy nem tudnak ezek a katonák már, tehát ezek a sebesültek visszatérni a harcmezőkre, vagy mondjuk nem tudom, végtagjuk hiányzik, vagy olyan súlyos betegséget szereztek, ami ezt lehetetlené teszi. Ugye ez az egyik lehetséges csoport. Ilyen esetekben biztos, hogy nem kell értesíteni az állampolgárság szerinti országot, tehát jelen esetben Ukrajnát. A másik csoport a harcképes hadifoglyok, tehát azok, akik egyébként képesek lennének adott esetben visszatérni a harcmezőre. Most nyilván a foglyulejtő országnak az érdeke, hogy ezeket tartósan kivonják a hadműveletekből, tehát nem szeretné, hogy visszakerüljenek a harcmezőre, hiszen akkor újra találkozhat ugye ezekkel a katonákkal, tehát ugye ezzel is gyengíti a másik felet. Most ilyen esetekben azt mondja ez a genfi egyezmény, hogy a hosszú időn keresztül fogságban lévő, de harcképes hadifoglyokat is átvehet harmadik állam, tehát semleges állama bármelyik foglyulejtő államtól. Megőrzésre, ugye ilyenkor ezeknek az embereknek az őrzéséről és a hadifogó jogállásáról a harmadik országnak kell gondoskodni, tehát lényegében úgy kell kezelni őket, mint a hadifoglyok volnának, és akkor van még egy lehetőség, hogyha a foglyulejtő állam elengedi ezeket az embereket, és mondjuk lehetővé teszi, hogy harmadik államba távozzanak, utóbbi esetben nyilván ezek már nem minősülnének hadifoglyok jogállású embereknek. Mennyire semleges ez esetben Magyarország, illetve mennyire igaz az, hogy foglyok maradtak, hiszen semmilyen Zsolt azt nyilatkozta, hogy már szabad emberekről van szó. Igen, van egy probléma ezekkel a 49-es genfi egyezményekkel, az, hogy meglehetősen régiek. Persze a szerződés, tehát a nemzetközi szokásjog, ami egy másik jogforrása a nemzetközi jognak, íratlan gyakorlatokat jelent lényegében a nemzetközi szokásjog, ezek az elmúlt évtizedekben azért továbbfejlesztették a
ezt a jogterületet, de azt akartam csak mondani, hogy a 49-es genfi egyezményekkel azért probléma, hogy régiek, mert a szóhasználatukban is elavultak. Tehát ugye 4 évvel a második világháború után alkották meg őket, és logikusan azok, akik akkor ezeket a szerződéseket készítették, hát még abban a valóságban éltek, ami a két világháború közötti, illetve a második világháború alatti időszak, és ezért olyan kifejezések is vannak ebben a szerződésben, amelyeket ma már nem nagyon használunk háború, illetve nemzetközi fegyveres összeütközés esetében nemzetközi jogászként, és ilyen a semlegesség kérdése. A semlegesség az évszázadokon vagy évezredeken keresztül egy teljesen bevett létező kategóriája volt a hadviselésnek, ugye olyan országokat jelentett, akik nem vesznek részt közvetlenül a háborúban. Most a 20. század második felében, az ENSZ alapokmánya után, ez annyiban alakult át, hogy lényegében be lett tiltva a támadó háború. Tehát a támadó háború az tilos a nemzetközi jogban, erőszak tilalma, így nevezzük ezt hivatalosan, és ráadásul ehhez kapcsolódik az önvédelem joga, tehát a megtámadott fél önvédelmének joga, mert hogyha tehát hiába van betiltva a háború, ettől még vannak jogsértők. Tehát olyan, mint az emberölés a BTK-ban, tehát a jog tiltja az emberölést, de ettől még vannak sajnos olyan emberek, akiket ez nem érdekel, és meggyilkolnak másokat. Tehát a nemzetközi jogban is ez van, hiába tilos a háború, látjuk, hogy vannak országok, amelyek ezt a tilalmat megszegik. Csak azért mondom ezt el, mert ugye minden megtámadottnak, tehát jogellenesen megtámadott országnak joga van a védekezésre, és ezt gyakorolhatja egyénileg, vagy közösen másokkal. És Ukrajna esetében azt látjuk, hogy végülis egyedül gyakorolja, de nem lenne tilos az sem, hogyha mások segítenének neki, és másokkal közösen védekezne az oroszokkal szemben, tehát mondjuk úgy, hogy katonákat küldenek más országok, mert hogy 45 után ezt az ENSZ alapokmánya lehetővé teszi. Viszont a 49-es, tehát 4 évvel később született genfi egyezmények még megőrizték a szóhasználatukban a régi világnak a nemzetközi jogát, és ugye semleges országokról beszélnek, de Magyarország ebben az értelemben is, hogyha leszűkítem ezt a kifejezést, akkor semlegesnek tekinthető, hiszen mi nem veszünk egyik oldalon sem részt közvetlenül a hadműveletekben, sőt, tehát Magyarország annyira nem, hogy a fegyvereket nem enged át a területén, illetőleg hát ugye békepárti, tehát abszolút semlegesnek minősíthető. És az érintettsége, mert ugye úgy szól a szerződés, hogy érintett semleges országok, az érintettsége annyiban megállhat, hogyha ezek az emberek valóban magyar nemzetiségűek, akkor nyilván a magyar-ukrán alapszerződés alapján Magyarországnak van érintettsége a Ukrajnában élő magyar nemzetiségű lakossággal kapcsolatban. Hát akkor ez a jogi formula, ezt most akkor konkrétan mindenki próbálja értelmezni a konkrét esetre, ami ezek szerint nem is annyira egyszerű. Nem egyszerű, tehát értelmezési probléma van valóban. Tehát azért mondtam azt, hogy ha ezek az emberek egyébként súlyosan sebesültek, sérültek, akkor Ukrajnát értesíteni biztos, hogy nem kellett jogi értelemben. Abban az esetben, hogyha ezek az emberek harcképesek fizikailag, akkor itt már az értelmezés az kétfelé bomlik, tehát van egy olyan tábor, ami azt mondja, hogy nem kell értesíteni, mert hogy nem életszerű értesíteni azt, aki egyébként állampolgárság szerint érintett egy ilyen esetben. Ukrajna nem ezt az álláspontot képviselő, azt mondja, hogy értesíteni kellett volna, de mondom, ez egy értelmezési kérdés. Ezért találkozhatnak például a magyar sajtóban is kétféle nemzetközi jogász véleménnyel, mert hogy ebben a kérdésben a nemzetközi jogász szakma sem egységes. Tehát akkor ennyit lehet erről most jogilag is tudni. Van egy másik kérdés, ami Brüsszellel kapcsolatos, és egy másfajta vendéglátásról szól, a migráns kvótáról, tehát amit eddig egyfajta megegyezés próbált rendezni az Európai Unión belül, most viszont egy kötelező kvótát akarnak előírni, amit nem csak Magyarország nehezményez. Ezzel mi a jogi helyzet? Ugye, talán a jó hír azzal kapcsolatban az, hogy itt még nincsen elfogadott jogszabály, tehát ez, ami a sajtóban megjelent, ez egy rendelettervezet, amelyet, hogyha elfogadnak, akkor nyugodtan lehet Dublin 4-nek nevezni. Ugye a Dublin 3 rendeletről korábban sokszor beszéltünk, ebben a műsorban is. Ugye a Dublin 3 rendelet az a uniós rendelet, amely meghatározza hát menedékkérők esetében, migránsok esetében azt az államot, amelynek el kell bírálni a menekült ügyi eljárásban az illetőnek a kérelmét. Ez egy 2013-as rendelet, hogyha ez a rendelet elfogadásra kerül, amiről most beszélünk, akkor ez lesz tényegében a Dublin 4, mert úgy fel fogja váltani a Dublin 3-at, és meg is újítja, és valóban beépülne egy olyan mechanizmus, amelyet szolidaritási mechanizmusnak neveznek, tehát nem kvótának neveznek, de lényegét tekinthetjük kvótának, hiszen azt mondja ez a tervezet, hogy
hogy háromféle módon fejezheti ki egy ország egy másik tagállammal szemben a szolidaritását akkor, hogyha egy ország migrációs nyomás alá kerül, vagy olyan helyzetbe kerül, ahol nem tud kezelni már. Egyrészt átvehet ilyen embereket, és lefolytathatja velük szemben az eljárást, hogy ez a kvóta. A másik lehetőség az, hogy pénzbeli segítséget nyújt, tehát lényegében minden ilyen elutasított menedékkérőért cserébe egy meghatározott összeget, hogy a jelenlegi tudásunk szerint 20 ezer eurót kellene fizetni, és a harmadik lehetőség az, hogy bármilyen más módon segítheti a migrációs nyomás alatt álló országot a többi ország vagy a másik ország, és ezzel a szakemberek küldését, technikai eszközök biztosítását, tréningek, tehát képzések szervezését kell érteni. Tehát háromféle lehetőség van, de abban az esetben, hogyha a migrációs nyomás alá kerülő ország elutasítja ez utóbbi, tehát ezt a szakemberek küldését, technikai eszközök biztosítását, akkor viszont pénzben tudja csak megváltani. Tehát lényegében mondjuk egy lóugrással ebben az esetben is el lehet jutni a 20 ezer eurós fejpénzhez. Akkor, hogyha valaki ugye nem akar kvóta jegyében átvenni embereket, viszont a jó hír az, hogy ez még nem egy hatályos rendelet, hanem a tanács, ugye ami társjogalkotó az Európai Parlamenttel, lényegében kialakította a saját álláspontját, ezt úgy hívják, hogy általános megközelítés, és ezt az általános megközelítést most közölte az Európai Parlamenttel, de szerintem az Európai Parlament egyébként sok szempontból nem fogja támogatni, tehát hogy még kedvezőbb a menedékkérők számára még kedvezőbb szabályokat akar, tehát én arra számítok, hogy itt még azért lesz többkörös egyeztetés ebben az ügyben a két jogalkotó, tehát a tanács és az Európai Parlament között. Tehát akkor az, hogy ez kinek jó hír, hogy ez még nem lett végérvényesen megszavazva, akkor itt a migránsokra gondol, akik szeretnének egyik országból a másikba utazni és ott otthon találni, vagy pedig értelmezhető ez a befogadó országok szabadságára, döntési szabadságára? Ugye van olyan eleme ennek a rendelettervezetnek, amely a migránsok számára jó hír, tehát valóban ez a kvóta kérdés ugye számukra egy kedvezőbb helyzetet teremt, viszont vannak olyan elemei is, amelyek nem jók nekik, tehát még szigorítást jelentenek, mert együttműködési kötelezettséget ír elő a harmadik országból érkező migránsok számára, amennyiben nem működnek együtt a hatóságokkal, akkor ennek retorziója lehet, ha megszöknek az eljárás elől, annak is retorziója lehet, ugye ilyen elemek nem voltak korábban a Dublin 3-ban, tehát hogy azért mondom azt, hogy az Európai Parlamentnek szerintem nem fog tetszeni ez a rendelettervezet, de például Magyarországnak és a vele hasonló állásponton lévő országoknak sem fog tetszeni, de más-más okokból kifolyólag. Tehát akkor itt nem lesz egy közös platform, ami alapján ellenezhetik, de számít ez egyébként a megszavazásnál, vagy meg nem szavazásnál? Hogy annyiban számít, hogy a tanács is meg tudja akadályozni ennek a rendeletnek az elfogadását, abban az esetben, hogyha egy ország, amely elégedetlen a szöveggel, úgynevezett blokkoló kisebbséget tud maga mögé szervezni, ez úgy néz ki, hogy legalább 4 tagállamnak kell kifejezetten ellenezni a szavazásnál majd a rendelet tervezetet, de ez nem elég önmagában, hanem ennek a 4-nek, tehát ennek a legalább 4-nek, vagy inkább többnek, az unió összlakossága 35%-át is maga mögött kell tudnia. Tehát ebben az esetben, hogyha ez a két feltétel fennáll, tehát akkor nyilván itt azért nagyobb országokat is meg kell tudni nyerni ennek az ügynek, akkor lehet blokkoló kisebbséggel egy rendelet tervezetet, vagy egy uniós jogi normát megakadályozni. Magyarország számára ebben egyébként melyik variáció lenne a legelőnyösebb? Hát én egy 10 milliós ország vagyunk, egy szavazattal kell még akkor szerezni legalább 3 olyan országot magunk mellé, akivel együttesen az unió összlakosságának a 35%-át elérjük. Hát ide akkor mindenképpen kellnének a lengyelek, de ugye az olaszokat jól láthatóan nem fogjuk tudni megnyerni, hiszen az olaszok egyébként teljesen mindegy, hogy milyen kormány van náluk, ők a kvótában érdekeltek, hiszen ők frontország, tengere jönnek hozzájuk az emberek, és azt szeretnék, hogy bárhogyan, de ezeket az embereket vigyék el tőlük a többiek, tehát ők volt a pártiak. Nem tudom, franciákat, németeket meg lehetne nyerni, de mindenképpen nagy országokat, hogy pedig sok kicsit kell megnyerni, tehát hogy nem egy egyszerű kérdés ez. Akkor ennek a kimenetele még kérdéses. Van egy másik jogi értelmezésre szóló szavazás Brüsszelben, az EU soros elnökségéről van szó, és ellentmondásosan értelmezték a magyar sajtóban is azt, hogy mit jelent azt, hogy leszavazták, vagy alkalmatlannak szavazták Magyarországot arra, hogy egyébként soros
elnöki posztot, amire joga lenne, betölthesse, és azt, abban mindenki egyetértett, hogy ez precedens nélküli lenne, hiszen minden országnak le van osztva, hogy mikor jut rá az elnökség, ezt még soha nem szavazták le. Most pedig történt egy szavazás. Miről szólt ez a szavazás? Ugye az Európai Parlament részéről láthatóan a politikai akarat erre megvan, de az Európai Parlament ezt megakadályozni egyedül nem fogja tudni. Tehát az Európai Parlamentnek nincs olyan hatásköre, amely alapján a tanács, tehát egy másik intézmény elnökségének a sorrendjébe, vagy egyáltalán abban, hogy hogyan töltsék be ezt az elnökséget, bele tudna szólni. Tehát szeretném leszögezni, hogy van az Unióban 7 intézmény, ugye ezek a központi szervek közül a legfontosabbak. Ezek egyik a tanács, másik az Európai Parlament, és akkor lehetne még sorolni a többit. De az teljesen nonsens lenne, hogy ugye ezek között az intézmények között nincs aláfelé rendeltségi viszony, ezek nem főnökei egymásnak, nem főnök beosztotti viszony van közöttük. Tehát ahogyan a tanács sem tud beleszólni abba, hogy az Európai Parlamentnek ki legyen az elnöke, az Európai Parlament sem tudja megmondani jogi értelemben, hogy ki legyen a tanácsnak az elnöke. Ezt csak a tanács tudná megváltoztatni, tehát a tanács elvileg megváltoztathatná, meg az Európai Tanács beleszólhatna ebbe, de... Volt is erre példa egyébként, de mindig olyan esetekben, amikor vagy az érintett ország saját maga kérte a sorrend megváltoztatását, vagy pedig amikor a britek kiléptek, hogy a Brexit miatt kellett változtatni a sorrendet, de olyanra még soha nem volt példa, hogy egy ország akarata ellenére változtassanak a sorrenden, úgyhogy én ezt nem tartom reálisnak, hogy változzon a sorrend. És ugye még egy lehetőség ennek a 7. cikk szerinti eljárásnak a piroslapos változata, tehát amikor megvonnak egy állandóan tagságból eredő jogot, például szavazati jogot, és így tovább, de ugye ehhez meg egyhangúság kellene az Európai Tanácsban, és ez nyilván nem fog megvalósulni. Mi volt a jelentősége akkor, hogy ezt mégis szavazásra bocsátották? Egyfajta erődemonstráció, vagy a vélemény ventilálása? Igen, ezek, amiket ön mond, a karmait próbálgatja az Európai Parlament. Azért az Európai Parlament története, hogyha visszatekintünk a kezdetekre, akkor egy folyamatos emancipációs küzdelem. Tehát az Európai Parlament azért nem volt mindig ennyire erős, hanem egy gyenge intézmény volt történelmileg, és ugye történelmileg arról szólt az ő fejlődés története, hogy folyamatosan bővítette a saját hatásköreit, és egyre erősebbé vált. És ez is ennek az egyik eszköze, tehát az Európai Parlamentnek, az Európai Parlamenti képviselőknek van egy olyan titkolt szándékuk, hogy ők szeretnének valódi és egyeduralkodó jogalkotói lenni az Európai Uniónak valamikor majd egyszer, tehát lényegében a tanácsot és a többieket visszaszorítva valódi parlamenté válni, de ugye ez az kellene, hogy állammá alakuljon át az Európai Unió, amit nem tartok reálisnak. Bár van rá igény, hogy úgy mondjam. Mindenképpen a hírekből az derül ki, hogy ezeket nagyon fontos értelmezni, hiszen elolvassuk, de nem tudjuk pontosan, hogy miről szól. Nagyon köszönöm, hogy ezt most sikerült körbejárni. Köszönöm a beszélgetést dr. Tóth Norbertnek. Köszönöm szépen, én is csokkolom, minden jót kívánok!